Sziasztok! A mai videó témája, mint ez a címből is látszik, II. András uralkodása. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Először azt fogjuk megnézni, hogy az uralkodása idején milyen problémák jelentkeztek a Magyar Királyságban. Ugye, mint az látható is volt, II. András 1205 és 1235 között uralkodott, és az első nagyobb probléma az volt, hogy a földbirtok adományozást annyira túlzásba vitte, hogy egész vármegyéket adományozott el. Ebből két probléma következett. Az egyik az az, hogy ez nyilvánvalóan sérti rengeteg embernek a jogait, konkrétan a szerviensek jogait és érdekeit sérti. Na de kik azok a szerviensek? Ugye maga a szó, az egy latin eredetű szó, és azt jelenti, hogy szolga. Ugye ők azok, akik a nemesi rétegnek az alsó rétegét teszik ki, kiváltságaikat még első Szent Istvántól kapták, ugye ők magukat úgy is nevezik, hogy a Szent Király szolgái. És ugye hát ilyen kiváltság volt például az, hogy csak a király rendelkezett felettük, csak neki katonáskodhattak. És ha visszaemlékeztek, hogy ez a társadalmi csoport már létezett Szent István korában is, csak akkor még vitéznek hívták őket. No, és hogyan is sérti akkor a szerviensek rétegét a vármegyékre adományozását? Úgy, hogy az adományozással együtt ők maguk azoknak a földes uraknak a függésébe kerülnek, akiknek az uralkodó ezt a földet eladományozta. A másik probléma, ami a vármegyék adományozásából következik, az az, hogy mivel a hatalom alapja a föld, ezáltal ha az uralkodó túl sok földbirtokát adományozza el, így csökken a befolyása és csökken a jövedelme is. Ezzel párhuzamosan pedig azoknak a földes uraknak a hatalma és befolyása, illetve vagyon nő, akik ezeket a birtokokat megkapják, ebben a korszakban ezek a nagy birtokosok már báronak kezdik el magukat nevezni. A második probléma az az, hogy ebben az időszakban András rengeteg birtokot, illetve a birtokok mellett rangokat és tisztséget adományozott külföldieknek, elsősorban németeknek. Ez ugye eléggé sérti a főurakat. Fölvetődött a kérdés, hogy miért pont németeknek, de ugye a válasz erre egyszerű azért, mert Andrásnak a felesége, Gertrudis, ugye német származású. Gondoljatok csak vissza a Bánkbán eseményeire, hiszen a Bánkbánban említett II. Endre király az II. András takarja. A harmadik probléma, amely uralkodása során jelentkezett, az az, hogy rengeteg külföldi hadjáratot vezetett. Ugye az egyik ilyen hadjárat, az a szomszédos fejedelemségbe, Halicsba vezetett, mint egy másfél évtizeden keresztül, de például az 5. keresztes hadjárat meghirdetése és Andráshoz köthető. Na most mi a gond azzal, hogy sok hadjáratot vezet külföldre? Hát az egyik az az, hogy sokszor nem tartózkodik az országban. Másrészt, és ez a nagyobbik probléma, hogy ezeket a hadjáratokat nagyon-nagyon nehéz finanszírozni, hiszen nagyon költségesek. Ugye ne felejtsük el, hogy a birtokok eladományozása miatt már lecsökkent az ő jövedelme, és ugye ezáltal a birtokból befolyó pénzekből nem nagyon lehet finanszírozni a hadseregeket, meg a hadjáratokat. Mi lesz erre a megoldás? Hát az, hogy egy újfajta, már a 12. században megerősödő király jövedelmekhez fog nyúlni András, ez pedig nem más, mint a regáli jövedelmek. Ugye, ha visszaemlékeztek, múltan megbeszéltük, hogy a regáli az egy ilyen gyűjtőfogalom, és a királyi felségük alapján beszedett jövedelemről, vagy jövedelmet jelenti. No, és ugye ebből következik a következő probléma méghozzá az, mint azt láthatjátok, hogy a regálék közül is a pénzrontás eszközéhez nyúl András, méghozzá nagyon-nagyon gyakran. Miről szól a pénzrontás? Hát arról, hogy a forgalékban lévő pénzt azt bevonják, csökkentik a nemesfém tartalmát, és aztán újra kiadják. A nemesfém tartalom csökkentése az két módon történhetett. Vagy úgy, hogy a bevont arany és ezüst pénzeknek a szélét megnyírták, és ugye úgy bocsátották forgalomban, vagy beolvasztották, kivonták az arany és ezüst egy részét, és valamilyen más ötvözőanyagot tettek hozzá, ezáltal ugye kevesebb nemesfémet tartalmazott az újravert pénz. És az ebből származó hasznot nevezzük egyébként kamara hasznának. Az utolsó probléma pedig az, hogy az egyház itt a 13. század elején elkezdi a tizedet pénzben költeni. Ugye visszaemlékeztek, a tizedet még Szent István rendelt el, és ugye megtermelt termények egy tizedének beszolgáltatását jelentett az egyház számára, tehát ez egy eredetileg terményadó volt. Ugye az egyház ezt elkezdi pénzben követelni, ugye az miért probléma? Hát egyrészt azért, mert a jobbágyságot jobban megterheli, hiszen az általuk megtermelt terményt el is kell adni, hogy abból pénzt legyen. Másfelől ugye ne felejtsük el, hogyha
a gyengébb minőségű pénz van forgalomban, akkor a tized mértékét is felemeli az egyház. A másik probléma pedig az, hogy ez a földes urak jövedelmét is csökkenti, hiszen hogyha a jobbágyoknak pénzben kell megfizetni a tizedet, és gondoskodni kell a termény eladásáról, akkor nem lesz elég ideig dolgozni a földes úr majorságán, robotban, ami ugye azt jelenti, hogy nem termelnek eleget, és ez ugye a földes úr jövedelmét is csökkenti. No, ezen problémák orvoslására a nemesség arra kényszerítette II. Andrást, hogy 1222-ben oklevelet adjon ki, amely a fent említett problémákat orvosolja, és ez az oklevél nem más, mint az aranypulla. Magáról az elnevezésről annyit kell tudni, hogy azért nevezzük aranybullának, mert ugye II. András uralkodói pecsétjével van ellátva, ezt láthatjátok a képen is, és az ugye aranyból volt, ugye a bulla az ugye a pecsétet jelenti. No, és akkor nézzük, mit tartalmazott az aranypulla. Ehhez lehetek szívesek, olvassátok el a tankönyv 191. oldalán található forrás részleteket, és hát ugye össze kellene szedni, hogy milyen megoldás született ezekre a problémákra. Azt kérném tőletek, hogy amíg olvassátok a forrást, addig állítsátok le ezt a videót, és hogyha összeszedtétek, akkor utána ellenőrizzétek a megoldásotokat. No, ha sikerült elolvasni, akkor nézzük. Ugye, ha úgy haladunk, hogy a problémákat nézzük, akkor az első probléma megoldás az magától értetődik, hogy megtiltják a vármegyényi területek eladományozását. Emellett még a szerviensek jogait is számos helyen megerősítik. A következő az az, hogy a külföldieknek rangot csak akkor adhatnak, pontosabban csak akkor adhat az uralkodó, hogyha a magyar főurak, a királyi tanács beleegyezik. De ezek a külföldiek birtokot a rang mellé sem, és külön sem kaphatnak. A harmadik pont, vagy harmadik csoportja az aranybulla záradékainak az az, amikor is ugye korlátozzák a külföldi hadjáratok költségviselését. Ez úgy néz ki, hogyha az országot megtámadja valamilyen külső ellenség, akkor a hűbéresek fizetik ennek a honvédő háborúnak a költségeit, viszont hogyha az uralkodó szeretne külföldre hadjáratokat vezetni, akkor annak minden költségét a királynak kell állnia. Ezután ugye rendezi a pénzrontás kérdését is, méghozzá úgy, hogy a pénzrontás, mint regáli jövedelem megmarad, de egy éven belül nem lehet többször bevonni. Ha visszaemlékeztek a forrásra, ugye ez a határidő húsvét és húsvét között van. És ugye az utolsó dolog pedig az, hogy a tizedet továbbra is, hogy Szent István elrendelte, terményben kell befizetni, nem pedig pénzben. Na, ezeken felül még van egy érdekes része az aranybullának, ez pedig az úgynevezett ellenállási záradék. Miről szól ez? Hát arról, hogyha a jelenlegi, illetve az elkövetkező uralkodók az oklevélt, tehát az aranybulla bármely pontját nem tartják be, akkor a nemesek törvényesen felléphetnek ellene, méghozzá felségárulás vágya nélkül is. Ugye nagyon-nagyon fontos kitétel az, hogy ez minden magyar nemesnek az egyéni, és az nemesség egészének kollektív joga is. Adódik a kérdés, hogy akkor mindezek után mi lesz a sorsa az aranybullának? Hát nyilván az, hogy nem tartják be. Ebből fakadom pedig, hogy nem tartják be, a szerviensek problémája továbbra is megmarad. Úgyhogy ezekből következően 1231-ben kísérletet tettek az aranybulla megújítására, ez meg is történt, viszont itt igazából az egyház érdeke érvényesült, ugye. Ez alapján kikerül az aranybullának az a passzusa, hogy a tizedet csak terménybe lehet megfizetni, és ugye innentől kezdve akár pénzben is beszedhetik, valamint ugye az ellenállási záradékot megerősítették azzal, hogy nem csak a nemesekre, hanem az esztergomi érsekre is érvényes lesz. Tehát ő is ellenállhat az uralkodónak abban az esetben, hogyha az aranybulla valamely passzusát nem tartja be. Ugye ebből a szempontból ugye az az érdekesek, hogy az uralkodó korlátozni szeretné a tized pénzben való befizetését, hiszen ugye ez a megújítás pont arról szól, hogy ezt kivette a törvényből, akkor az esztergomi érsek felségárulás vágya nélkül is ellenállhat az uralkodó akaratának. Na, és akkor ezen folyamat utolsó állomása pedig 1232-ben történt meg, amikor is a zalamegyei szerviensek levelet intéztek az uralkodóhoz, és az erre kapott választ nevezzük kehidai oklevélnek.
Ebben a levélben az alai szerviensek azt kérik Második Andrást, hogy hadd választhassanak maguknak szerviens bírót, azaz szolgabírót. Az engedélyt erre már kapták, és ugye ennek az eredménye azért is fontos, mert ez nem csak az alai szerviensekre, hanem minden szerviense érvényes lesz, ugyanis vármegyénként választhatnak maguknak ilyen szerviens bírót, vagy hát ahogy később nevezik magyarul szolgabírót. És azért fontos a szolgabíró intézménye, mert ezzel lényegében a nemesi vármegye, vagyis a nemesi önkormányzat kiépülése megkezdődik, ami az első fontosabb lépés afelé, hogy a nemesség Magyarországon renddé szerveződjön. Nos, hát ennyi lett volna a Második András és az aranybulla. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Ha igen, akkor nyomjatok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor legközelebb is találkozunk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!